köszöntöm Önöket, Balaton-Almádi Város Önkormányzata, valamint a Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár nevében az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit felidéző városi megemlékezésen. Ünnepi megemlékezésünk elején megkérem Önöket, hogy a Veszprémi Légierőzenekar közreműködésével énekeljük el együtt a magyar himnuszt. A légierőzenekar Katona János alezredes karmester vezényli. A Balaton-Almádi Magyar Angol Tannyelvi Gimnázium és Kollégium intézményvezetőjét, hogy mondja el megemlékező beszédét. Tisztelt Önök, ünneplő közösség, hölgyeim és uraim, kedves munkatársak, kedves diákifűság! Kezdhettem volna fordított sorrendben is a megszólítást, hiszen a 19-20. Századi történelem szinte valamennyi forradalma a diákok megmozdulásához, mozgalmához köthető. Ennél fogva is jár a tisztelet a fiatalságnak. Mint ahogy mindenkinek, aki az 50-es, 60-as években az igazságunk, így Almádi, Vörösberény halottjai, a bebörtönzöttek, a félreállítottak is, mind késve kapták meg a végtisztességet, a felmentést, az elismerést. Ezért is kötelessége az utókornak évről évre megerősíteni a kortársak emlékezetében a többnyire névtelen hősök emlékét. Ennek a kötelezettsége mellett. Ilyen volt 1848. március 15-ének győzelme, mely után hónapokig élvezhette a nemzet a vívmányokat. A bukásról, a megtorlásról október 6-án emlékezhettünk meg. Érdekes, ám teljesen érthető egybeesés, hogy az október 6-i arabi megtorlást épp úgy justice mordként, azaz az igazság meggyilkolásaként kezelte, fogadta, bírálta a nemzetközi közvélemény, mint az 1956-os forradalom magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Jobban kérdezhetem. Hová lett az emlékezet? Megvan-e még? Ha megvan, kikben él? Önökben? Felnőttedben? Bennetek? Nekünk, almádiaknak nem csak a nemzetnek hősei, hanem a mi környezetünk hősei, Farkas Béla, Adolf Győző, Birkus Hubert, Dr. Katona Emil és Dr. Ridei István miatt is. Hiszen apáink, nagyapáink forradnak odalent, akik ifján egy szabad világot álmodtak maguknak, kortársainak, de legfőbbé azon utódaiknak, akik most hatváig húgójának. Majd ismét 1956-ra utalva Majból Gábor, Tolnár István, Szabó László és mások. Az utókor hajlamos az események személyek súlyának felnagyítására, avagy kisebbítésére. A tények azonban makacsok. Ezen elődeink épp oly húsvér emberek voltak, mint mi, akik itt állunk. Erényeik, hibáik voltak. Szerettek és gyűlöltek. Főképp az elnyomást gyűlölték, s a békét, a számukra elérhetetlen békét vágyták. A történelem azonban kijelölte őket egy szerepre, amelyek végrehajtásába, idézőjelben mondhatnám, eljátszásába maguk jelentkeztek. És ez nem statiszta szerep volt, hanem sok főszereplős darab, olyan, amelyet az irodalom nem ad.
A drámában a főhős elbukik, az életben azonban mindenki főhős, hiszen mögötte igazi család, férj, feleség, gyermek, szülő, barátár. Az előbb tényeket említettem, kezdődtek. A jelentés szerint 24-én este annyira feszült volt a hangulat, hogy a vasútállomás előtt álló szovjet emlékművet a 4-es számú mélyépítő vállalat dolgozói ledöntötték. A veszprémi ellenforradalmi, jegyezzük meg ezt a szót, ellenforradalmi események hatására, miután a község vezetői tájékoztatták a járási tanácsot, 1956. október 27-én távirati utasítást kaptak, hogy a községben is meg kell alakítani a forradalmi tanácsot. Október 27-én hangos híradón keresztül 19 órára nagygyűlést hirdettek a Pannonia étterem helyiségeibe. A jelentés szerint ezen a gyűlésen körülbelül 500 fő vett részt, ahol megválasztották a Nemzeti Bizottságot és a Fegyveres Nemzetőrség parancsnokát, Adolf Győző volt hortistatisztet. Eddig a rendőrségi jelentés, melyből az ellenforradalmi és a hortista kifejezéseket figyelmükbe ajánlom. Az embertelen nemzetközi felháborodást is kiváltó megtorlás története ma már ott van a történelemkönyvekben. Csak hogy tisztelt ünneplők, ezeket a történelemkönyveket egy egész generáció nem ismeri. Mert ők, a mai 50-60 évesek, a kommunista-szocialista történelemkönyvekből. 1956 eseményei, és ez ma már kétségtelen, az egész országot megmozgatták. Így 56 nem csak a főváros, de a vidék forradalma is volt. Beépült a köztudatba. Nyelvünk nem számnévként, hanem főnévként kezeli. Tisztelt ünneplők! Nekünk, magyaroknak osztályrészű jutott, hogy ünnepségeink minden fölemelőségük ellenére szomorúak is. A fényes győzelmeket, amelyeket egész Európa csodálkozva nézett, tragikus bukások követték. A mi 1956-os győzelmünk töredékére zsugorodott a többinek. Némi kegyetlenséggel azt is mondhatjuk, napok helyett órákra. Diákok, munkások, parasztok, értelmiségiek boldog mosolyát, dalos örömét a szovjet tankok lánctalpainak csikorgása oltotta ki. Ez a nép, elődeink színeiha azonban emelt fővel lépett le az oly fontos színpadról, a szabadság színpadáról. Pontosítok, nem lépett onnan le, hanem letaszították. Ők hittek benne, mi utódok pedig tudjuk, a színpad ismét azoké, akik a szabadság mindörökre elkötelezett hívei, a miénk. Köszönöm, hogy meghallgattak, további méltó ünneplést kívánok. Most következzen Cserv Klaudia és Elkárpáti Péter színművészek 1956 című emlékműsora. Katona vagyok én, ország őriző-je. Sír az édesanyám, hogy elvisznek tőle. Sír az édesanyám, a rózsám meggyászol. Fekete gyászvirág búsul ablakán. Áldozom életem az ország javára, forgatom fegyverem vitézek módjára. Albert Camus, a magyarok vére. 1957. október Párizs. A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön, és a minden ünnen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. Erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamos ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és szabad munka terméke. A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánat találunk ma. Ha szerencsétlenségükben osztozunk, miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk, a szabadságot, melyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk.
repülj, Menoságra repülj, édes galambomnak gyönge vállára ülj. Vidd el, madár, vidd el, levelemet vidd el, édes rózsámnak szép féli mátkámnak. Vasban vagyok. Rab vagy, rózsám, rab vagy, én meg beteg vagyok. Mikor eljössz hozzám, akkor meggyógyulok. József Attila, az Isten itt állt a hátam mögött. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magam. Még egy szó, mielőtt mennék, gondolj rám, ez a föld a tét, ha elmész vissza bárába. Arccal lefelé temették a magyar, hogy sokaknak csak az emigráció maradt. Felejtsük el a kínzások viszonyú borzalmait, a halálra ítéltek utolsó szavait. Bocsássunk meg, és majd ítél a történelem. Hát nem. Nem és nem. Mert a bűn, az csak bűn marad. Kezükhez vértapad, Istentől, embertől ne várjon érgalmat, mert ezernyi áldozat most sírjából felmutat, gyilkos és áruló szent földben. Nem szememből a könyv kicsordul, bú ebédem, bú vacsorám, boldogtalan minden órám. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleges sírást. Márai Sándor, mennyből az angyal? Mennyből az angyal? Menj, sietve, az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél a okos szándék. Csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez a világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája. Csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják. Sok ez, soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki sem mer. Mert ő sem szól már. Nem is vádol. Különös ez a karácsonyfa.
ördög hozta, vagy angyal hozta. Azon nem eladó, ezüst pénzre sem váltható, mert a haza lelked része, határaid beléd véste, ezer éve, ezer éve a hét. Haza te magad vagy. Almádi város önkormányzata, néhai vitéz alsótarjai Vastag György ezredesnek egész katonai pályafutása alatt mutatott kiemelkedő teljesítményéért, a haza védelmében nyújtott önfeláldozó magatartása elismeréseként, hősi halála 75. évfordulója alkalmából posztumusz Balaton-Almádi város díszpolgára címet adományoz. Megkérem dr. Kepli Lajos polgármester urat és özvegy Vastag Györgyét, hogy fáradjanak ki. Vastag György Szabadkán született 1896-ban. A hadapród iskolát befejezve 1915-ben zászlósként került ki a nagy háború különböző frontjaira. 1917-ben már főhadnagy, háromszor kapta meg a legfelsőbb dicsérő elismerés kitüntetést. A háború után 1924-ben a Ludovika Akadémiára vezényelték, 1937-ben őrnaggyá léptették elő. Ezután a Honvédelmi Minisztérium kiképző osztályára került, majd a vezérkari főnökség 5. maradványait 1968-ban hozták haza Balaton-Almádiba, a Szent Imre plébánia templom sírkertjébe. Emléktáblával megjelölt nyughelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007. szeptember 12-én védetté, Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította. Az ezredes emlékét máig őrzi Szentes Városa, melynek képviselőtestülete 2018. decemberében elhatározta, hogy mellszobrot állít Vastag György ezredesnek. A szobrot a szentesi hősök erdejében avatták fel, október 5-én a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, valamint az Agrárminisztérium államtitkára jelenlétében. Az avatáson részt vett Vastag Györgyné is, az ezredes nemrég elhunyt fiának felesége. Most megkérem polgármester urat, hogy adja át Balaton-Almádi város díszpolgári címet. Tisztelt egybegyűltek! Mai megemlékezésünk zárásaként koszorúzás következik. Thank you.
Tisztelt egybegyűltek! Városi megemlékezésünk zárásaként megkérem Önöket, hogy a Veszprémi Légierőzenekar vezetésével énekeljük el együtt a szózatot.